Köszöntöm nézőnket, itt vagyunk kint az Akácikák fürdőben, hiszen elkezdődött a nyár, a nyári szezon. Svarc Tibor igazgatóval beszélgetünk. Mi minden újdonsággal várják az ide látogatókat? A legfontosabb az az, hogy minden merencénk teljes gőzzel üzemel, tehát nincsen olyan merencénk, amelyik zárva tart, innentől kezdve folyamatosan nyitva vagyunk. Az összes merencét, ami szükséges volt a téli felújításokat elvégeztük, és folyamatos programszervezéssel várjuk a vendégeinket. Itt láttunk azért egy elkerített részt is, gondolom, hogy ez az, amit már korábban beszéltünk, hogy ott szeretnének majd különböző pályákat esetleg kialakítani, ez annak az előkészülete már? Amennyiben a hátsó részre gondol, itt a fedett épület rész mögötti részt, ott odáig a területrendezésünk nem jutott, ott igyekszünk minél hamarabb lehetőségeinkhez képest egy méltó környezetet kialakítani a hátsó területen is, és valóban ott akarunk majd kialakítani különböző lábteniszpályákat és sportolásra alkalmas további lehetőségeket a vendégeinknek. Mindig egy sarkalatos pont volt az étkezés, hogy lehessen kulturáltan, legyenek olyan szolgáltatók, akik ezt biztosítani is tudják. Itt az előbb már láttuk, hogy azért megújultak a büfék is. Természetesen a mindhárom büfé, tehát a tavalyi évhez képest egy fontos különbség, hogy nem kettő, hanem most már három különböző vendéglátós tart nyitva a fürdő területén, kifelé és befelé is árulhatnak, illetve fontos különbség a tavalyi szezonhoz képest, hogy megnyílt a mai nappal az étterem is, tehát tulajdonképpen van büfészolgáltatás is, és melegkonyhás étterem szolgáltatás is. És mi minden lesz még, hiszen láttuk már, akik nézegették a hirdetéseket, hogy egy érdekes programra várják hétvégén a gyerekeket, felnőtteket. Honnan jött ennek a búvár bemutatónak az ötlete? Nem csak búvár bemutató, hanem egy sportnap a rendezvényünk neve. Hát ugye bezárt az iskola, tulajdonképpen a diákok nyári szünidejüket tölthetik, és őket is megpróbáljuk kicsalogatni minél érdekesebb programokkal. Ennek az első lépés ez a most hétvégén megrendezésre kerülő sportnap. A vendégeink azok normál napi belépőjegyárakkal jöhetnek be, tehát nem rakunk ebben az esetben plusz költséget a vendégekre sem, hanem a normál árakon látogathatják a fürdőt. Lesz valóban búvár bemutató is, a vendégek ki is próbálhatják a búvárkodást a benti huszora merencékben, de ezen kívül a karcagi sport életszíne javát is bemutatjuk. Tulajdonképpen asztali teniszezők is jelen lesznek, világbajnok lábteniszezőket hívunk bemutatóra. Őket is ki lehet hívni egyébként az asztali teniszt, és tehát akik ezeket a sportokat ki akarják próbálni, ők ki is hívhatják a sportversenyzőket egy-egy bemutató mérkőzés után, illetve folyamatos zenekíséret lesz a hátam mögött található színpadon, ezek között a rendezvények között, vagy ezek között a bemutatók között. Május 1-én egy nagyszabású rendezvény volt a nyugdíjasoknak, és akkor beszéltünk arról, hogy azért a többi korosztályra is fognak gondolni. Gondolom azóta összeállt már a nyári program, esetleg egy-két ilyen nagy nevet be tudunk-e harangozni nézőinknek, hogy mikor mi várható? Egyelőre még konkrét a szervezés alatt vannak ezek a programjaink. A fiatalabb korosztálynak merencepartikat fogunk rendezni, méghozzá, hogy is mondjam, tehát nem alkalomszerűen, hanem folyamatosan, tehát több ilyen rendezvényünk lesz, amikor merenceparti lesz az elsősorban fiatalabb és középkorosztályú vendégeinknek, és az idősebb vendégeinkre is gondolunk, de ott még nem merek nevesíteni, folyamatban van a szervezés. De hát akkor ezek szerint nagy nevekkel tárgyalhatnak, hogyha mindent szeretné elárulni? Bízunk benne, hogy minél inkább ismert előadókat tudunk lehívni. Akkor ez egy jó hír. Változik-e ilyenkor nyáron a nyitvatartási idő? Nyitvatartási idő az egész évben reggel 6-tól este 8-ig vagyunk nyitva. Amit még szeretnék kiemelni, hogyha megengedi, az a gyógyászati részlegünknek a júliusban történő megnyitása, tehát júliusban most már egészen biztos, hogy meg fogunk nyitni. Szeretettel várjuk majd a gyógyulni vágyókat is innentől kezdve. Tulajdonképpen minden vizes kezelést szolgáltatni fogunk tudni helyben, és a lakosságot a kellő időben teljes körűen minden fórumon tájékoztatni fogjuk a pontos feltételekről és a nyitás pontos időpontjáról is. Azt hiszem, hogy ez jó hír, hiszen erről már többször beszéltünk, hogy ezen dolgoznak, és tényleg szeretnék ezzel is kibővíteni a szolgáltatást. Én azt kívánom, hogy legyen jó idő, és legyen egy jó nyár, amikor sokan jönnek ki a karcagi Akácsliget fürdőbe. Nagyon szépen köszönöm, és tényleg szeretettel várunk mindenkit a megújult fürdőkben. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen!